Ismeretlen tettesek bementek egy kenderesi házba, ahonnan több fordulóban különböző tárgyakat, fejszét, gázpalackot, két keverőtárcsás mosógépet, egy mikrohullámú sütőt, valamint fém alkatrészeket vittek el 30 ezer forint értékben. A kisújszállási rendőrösre újabb bejelentés érkezett. Aznap este ismét egy kenderesi családi ház udvaráról loptak el ismeretlenek egy 70 ezer forint értékű alumínium létrát. A nyomozók mindkét ügyben helyszíni szemlét tartottak, tanukat hallgattak ki, melynek eredményeként rövid időn belül elfogták a tetteseket. Kiderült, hogy a kenderesi betörésekhez egy 29 éves helyi férfi köthető, aki egy-egy társával követte el a bűncselekményeket. A nyomozók megtalálták az értékes létrát a kutatás során és visszaadták a tulajdonosnak. Az adatok szerint az elkövetők rovásán több bűncselekmény is van, hiszen az egyik 25 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy tavaly decemberben a Kenderesi Művelődési Ház elől két díszszarvast vitt el, de hozzá köthető egy december közepi, szintén helybeli betörés is. A karcagi rendőrkapitányság több rendbeli lopásvédsége miatt folytat eljárást a tolvajok ellen.